Na, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor egy rövid kis videó átnézzük ezt a Devuánt, hogy mégis milyen a rendszer, meg egy pár gondolat róla. Ugye, amit elsőnek szeretnék rögtön mutatni, ugye aki nem látta esetleg az előző videót, arról van szó, hogy ez egy régi laptop, kerestem erre egy használható operációs rendszert, és egy kis használat után kicsit testre szabtam, itt található a téma, file és ikon téma, amit letöltöttem. És ugye, hogyha itt a Ctrl-H-t megnyomjuk, akkor itt a temes és az icons könyvtárakat kell létrehozni, ide kicsomagolni, és utána pedig alkalmazni, és szépen testre lehet szabni az alábbi módon. Beállítások, és hoppá, pont nem itt, hanem megjelenés. Ugye itt láthatjuk a témafájlokat, ugye itt van a Windows XP-s téma, meg az ikonok. Jó, és hát ugye a kijelző, ha valaki szörnyűködne, ez a gép ennyit tud. Tehát az is csoda, hogy ilyen szépen megy a videókártya egyébként, mellesleg. Mindjárt megnézzük. 54. 59,9, na tehát ez már nem olyan rossz, ez így ilyen 60 FPS-nek mondhatjuk, ugye egy kicsit kerekítünk, ez nem olyan rossz egyébként. És hát ugye a rendszer az így néz ki, 60 giga ugye a Winchester, annyi, hogy a Dual Core Intel T2130-as proci került bele a Celeron helyett, és ilyen 1,8 GHz-es a gép most már. És memóriával pedig szintén nem állunk valami rosszul. Ugye itt azt írja, hogy 172 MB RAM-ot használ. Szintén meg tudjuk nézni ugye a feladat kezelőben. Ugye hát a processzor az így álló helyzetben is elég szépen terhelve van, de nem számottevő. Látszik, hogy az ablakok nagyon szépen nyílnak, meg nagyon, nagyon kényelmesen működik az egész rendszer, az alkalmazások nagyon jól használható maga, ez az egész Devuán rendszer. És 780 MB RAM-nál van most aktív használat után, illetve aktív használat közben, de gyakorlatilag mindent be tudok hozni. Ami itt egyedül problémás. Ugye az XFCE az alapértelmezett ablakkezelője a Devuánnak, de elérhető Cinnamonnal, meg minden mással is, Mate-tel is, annyira nem olvastam ennek utána, de gyakorlatilag ugye majdnem minden elérhető rá, ami Debianra, annyi, hogy egy kicsit jobban testre van szabva, tehát érződik, hogy azért ezt veterán Linux, Unix rendszergazdák készítik, és Firefox ESR került bele. Ugye az egésznek az a lényeg, hogy a régi gépre kerestem egy használható, folyamatosan frissíthető, stabil rendszert, és ha valami az, akkor a Devuánról elmondhatjuk, hogy ez az, és még évekig támogatott lesz. Tehát azért nem kell attól tartanom, hogy holnapra megszűnik a rendszer. Na most alapvetően én ezen régi alkalmazásokat, programokat futtatok főként Puppy Linux alatt, és ez egy nagyszerű pupis gép. Ugye ott a probléma az, hogy az alapvető librarikat és a kerneleket is nehéz cserélgetni, frissíteni, az egy viszonylag statikus rendszer, felrak az ember egy pupletet, ami a 100-ból megfelel, vagy az 1000-ből, és utána ahhoz farigcsál. Na most ehhez azért mégiscsak lehetőségünk van feltelepíteni egy csomó hivatalos kiegészítőt, ez azért mégiscsak egy nagy rendszer. Jó, láthatjuk, hogy ami egy bánatunk lehet az, hogy angol nyelvű egyébként a Firefox, a VLC már nem. Illetve amennyiben szövegszerkesztés, táblázatkezelés kellene, akkor láttuk, hogy benne volt alapból a LibreOffice. Valamiért le volt véve itt a hangerő a VLC-ben, de látjuk, hogy ez szépen magyarul indul, magyar nyelvű az egész. És hát itt indulásnál sem terheli meg a gépet a LibreOffice, tehát ezzel a géppel még nagyon szépen kényelmesen el lehet böngészni, olvasgatni, de én valószínűleg törölni fogom, ugyanis ezt a nagy adatmozgást annyira nem akarom a gépen, illetve ha lenne benne egy SSD, akkor azért jobban megérni, akkor már van értelme, viszont egy Puppy Linux 80-90 MB RAM-mal bőven elfut, és fele ekkora terheléssel a rendszeren, úgy, hogy nem okoz olyan csúnya hibát. Közben itt megmutatnám a LibreOffice-t is, hogy jó, hogy benne van ez az Office végül is, mert tudunk egyből dolgozni, de hát angolul van. Na most annyi a teendőnk, itt a csomagkezelőben,
Ugye itt beírjuk, hogy Firefox hu. Hogyha bejön a találat, akkor itt a magyar nyelvi csomag. Akár fel is lakhatjuk gyakorlatilag. Jelölés, alkalmaz. Mindjárt meg is nézzük, hogy töltődik le. Hát szerintem a kettő nem volt két megállás sem, több másfél mega volt, ha jól olvastam. Kicsit gyorsan elszaladt. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, akkor itt ilyen Ctrl Alt jobbra-balra gombokkal lehet asztalt váltani ilyenkor. Jó. Na most. Aha. Új lap. Kezdő oldal. Jó, és hát ugyanígy a LibreOffice-nál is, hogyha beírjuk, hogy LibreOffice hu, akkor tudjuk telepíteni. Na most. Tehát nagyjából ennyi volt, ami esetleg így egy ilyen, nem is probléma, hanem igazából csak egy szösszenet, tehát ezt gyorsan meg lehet ugye oldani. Az összes többi alkalmazás Freedom például. Nyilván ez nálam felkerült, tehát ilyen apróbb játékok. Keresünk gyorsan egy fülhallgatót. Na jól van, elég lesz ennyi. Na szóval ugye látjuk, hogy szépen fut, megtalálta a videókártyát, lekezeli. Ugye egy Ati Mobility Radeonról van szó, ami nem kényelmes önmagában. Illetve hát sajnos a Wi-Fi kezelés is olyan, amilyen, ez sem lett jobb. De hát ugye ebben a laptopban az aksi sem az igazi, már a billentyűzet sem, ez sima asztali gépként üzemel így ebben a formájában. És látjuk, hogy hát a szobában kb. 1 méterrel lévő routerre képes egy ilyen 25-26%-kal kapcsolódni, hát ami önmagában is egy kicsit vicces. Hát ez van, ez már nem mai gép, viszont csoda, hogy ilyen szépen működik, és működik a Wi-Fi, és működik ugye az ATI kártya. Tehát ez a legfontosabb pozitívum, amit ki tudunk mondani. Mindenféle különös mókázás nélkül, aki használ Linuxot, tudja, hogy ez borzasztó kellemetlen lehet, amikor vadászni kell a drivert, telepítgetni kell forrásból, ebben az esetben a Debian-nál nem kell. És ugye az alap Debian rendszereknél ez súlyos probléma szokott lenni, főleg, hogy a Wi-Fi-t mondjuk indulásnál nem keresi be, ez borzasztó bosszantó néha. Jó, tehát itt nem tapasztaltam semmi ilyesmit, ami nekem speciál egy külön örömöm. És egy apró és bosszantó dolgot találtam, ami nekem személy szerint nem tetszett, az pedig az Open Arena-ban volt. Ugyan elindul, de a korábbi rendszerekkel is, ez bizony Debian alatt szépen megy, ez valamiért ilyen. Tehát, és ez a játékban is ilyen, és borzalmasan lassú is. Tehát most elindíthatjuk, de hogy ez miért? Gyanítom, hogy valamilyen régi library-t használhat, és azzal lesz valamilyen gondja, baja. Valami vagy túl régi, vagy túl új rajta, nem tudom. Ugye azt ne felejtsük el, maga a játék is olyan 2012-es, talán akkor frissült utoljára. Úgyhogy hát ez sem mai. És ezek ugye, ezek a 3D-s OpenGL-es játékok, Serious Sam, Counter-Strike Zero, meg ezek simán futnak Pupi Linux alatt. Úgyhogy hát ez így használhatatlan. Úgyhogy
Pusztán azért megy vissza egyébként a pupi, mert ezeket a jól megszokott alkalmazásokat és programokat továbbra is szeretném kényelmesen használni, bár nyilván azok elavult rendszerek, hát nem ilyen gépeken kell azért internetbankolni és fontosabb ügyeket nyilván intézni, de milyen alapműveletekre tanulni, olvasgatni bőven megteszi, sőt nagyon-nagyon jó, hogy így működik. Úgyhogy ha SSD lenne a gépbe, akkor nagyon nyugodtan ajánlanám és lehetne használni. De egyébként, hogyha valaki nem akar kompromisszumot kötni, akkor én mindenképpen a minimál devuánt javasolnám. Lehet, hogy arról is érdemes lenne egy videót csinálni, feltelepíteni egy minimál devuánt. Ez egy ilyen 14-15 mega RAM volt a minimál Debian telepítés esetén, ugye arról csináltam egy videót. És hogyha arra teszünk fel egy grafikus felületet JVM-mel vagy OpenBox-al, szerintem bőven benne vagyunk a 100 MB RAM használatban. Sőt, hát egy ilyen 80-90 MB RAM-ba lennénk benne biztos ablakkezelővel együtt. Úgyhogy nem kellenek ezek a kényelmi funkciók, akkor nyugodtan egy ilyen rendszerrel nagyon szépen el lehet futtatni és lehet használni a gépet. Azért itt lehet látni a feladat kezelőben, hogy például ez a Audio Mixer, ami szintén Pulse Audio névvel fut, meg értesítési terület, műveletgombok, ezek nekem itt mind azért szépen, keményen foglalnak, tehát ez az oka elsősorban annak, hogy ilyen sok memóriát eszik. Viszont egyébként meg maga a rendszer nagyon stabil, és látjuk, hogy egyszer sem történt olyan, hogy kiüti a plafont, hogy én itt nem tudok elindítani egy webböngészőt, meg egy Office-t egyszerre, és azért ez egy ilyen régi gépnél nem rossz teljesítmény. Tehát nagyon stabilnak tűnik valóban, nagyon meggyőző maga a rendszer teljesítménye. Én talán azt mondanám, hogy egy kis bővítése, vagy ha egy picit erősebb lenne a gép, akkor nyugodt szívvel felhagynám, de pont a játékok, alkalmazások és az OpenGL az, ami miatt én majd visszateszek egy ilyen kicsi 100-200 megás operációs rendszert, de hogyha valaki hosszú távon gondolkozik és egy stabil, komoly rendszerre van szüksége, akkor ezt a Devon nyugodtan lehet neki ajánlani. Egyébként pedig én nagyon szívesen veszem a visszajelzéseket a fórumban, Facebookon, és hát én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és várom ugyanúgy a javaslatokat immáron a Discord oldalunkon is, Facebookon és a Google-ön is. Köszönöm szépen a figyelmet, számomra ennyi volt ez a rendszer nagyjából. Sziasztok!